Egy kisváros a nagyvárosokhoz képest jóval kisebb merítési és egyéb materiális, illetve szakmai természetű lehetőségekkel bíró utánpótlás csapatának, ha ki tud törni a középszerből, roppant fontos, hogy az elitben akadémiai és egyéb komoly hátterű csapatokkal is mérkőzhessen. Így van ez Szekszárd egyik legfiatalabb klubjánál, a férfi kosárlabda utánpótlás nevelésre szakosodott fiú-gyermek kosárlabda esélynél. Alig várták, hogy a 16 évesekből álló csapatok után, amely bejutott az országos kiemelt bajnokságba, mire lesz képes az U18 a legjobbak között. Nos, a puding próbája itt is az evés. A JKS-e csapat nemhogy nem vallott szégyent egy olyan csoportban, melyben a nagy Albafehérvár, a nagy ZTE és a Pécsi Rádgéber kosárlabda akadémia volt az ellenfele, két esetben győztesen hagyták el a játékteret Juhász Gábor tanítványai. És a vereségek is abszolút vállalhatók voltak. Nagyon-nagyon jó ellenfelekkel játszottunk, tehát akik nagyon-nagyon képzett, jó összeválogatott gyerekek alkották a csapataikat, így hogy nekünk ez egy nagyon nagy büszkeség, hogy azok a gyerekek, akiket mi egészen kicsi, 10-11 éves koruktól kezdve kineveltünk, tehát olyan akadémiákkal tud játszani, akik tulajdonképpen válogatott játékosokat tömörítenek a csapataikban, és helyt is tudtunk állni, és volt olyan közöttük, akit le is tudtunk győzni. Az akadémiai városok csapatai közül legyőzték a Rádgéber Akadémiát, elkapták az Albafehérvárt, és akár nyerhettek volna idegenben a ZTE ellen. És mindegyik meccsen én úgy gondolom, hogy helyt álltak a fiúk, mind idegenben, mind hazai pályán. Úgy tűnik, nagy szolgálatot tesz a Mandulás Zoltán alapította, igen kevés állami pénz felhasználásával működő GKS-e a megyei, illetve már az országos férfi kosárlabda sportnak. Az U10-es korosztálytól kezdve egészen az U18-asokig. Az U10-es gyerekeink azok a Baranya megyei bajnokságban például 6 győzelem, 0 veresége vezetik a csoportjukat, tehát eddig veretlenek. Az U11-esek, az U12-esek is a legfelső A csoportban versenyeznek, ami úgy gondolom, hogy nagyon nagy szó. Az U14-es csapatunk az országos főtáblán szerepel, az U16-osok a regionálisban, és a korábban említett U18-as korosztályunk az pedig a kiemelt bajnokságban versenyez. Úgy gondolom, eljutottunk odáig, hogy minden korosztályban a legjobbak között versenyezhetnek a szekszárdi gyerekek. Okkal büszke az elnök a Heyman fivérekre, akik már komoly csapatokban kapnak lehetőséget hétről hétre. De van Szekszárdról indult játékos az élvonalbeli nagy Paksi Ase keretében is. És feltétlenül megemlítendő, hogy az NB1B-s Bonyhád számára kötelezően előírt U20-as csapatának gerincét a szekszárdi klub a JKS-e adja. Pajor Dávid is, aki az NB1A-s csapatnak a tagja, ő is az én kezeim között kezdett el annak idején kosarazni, tehát ő is a JKS-e kötelékéből indult el. Akkor ugyanezt elmondhatjuk Heyman Bálintról, tehát Gergőnek a bátyjáról, aki a PVSK-nak az NB1B-s csapatában szerepel, NB1B-s piros csoportos csapatában szerepel. Ott van Heyman Gergő, aki 16 évesen, vagy a 17 évesen az NB1B-ben a felnőtt csapatban most több alkalommal kezdőjátékosként is pályára lépett, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ezek nagyszerű eredmények. Az elnök persze abban is reménykedik, mint az utolsó jó szekszárdi csapatnak az egyik meghatározó játékosa, hogy a városban és vonzás körzetében előbb-utóbb marad annyi gyerek, akikkel bonyhádi és paksi oldaligazolásokkal újra megjelenhet a megyeszékhelyen egy NB2-es férfi kosárlabda csapat.